több száz fázisból készül el egy ólomtömbből egy kész, finom lemezre megmunkált csíp, meg intonálva, hangolva. Itt 8 emberünk dolgozik, hónapokon keresztül megy egy varkonának az összes sípjának a készítése, tehát évente több úgymond turnusba készítjük a sípokat nulláról készre. Olyan is van, hogy egy-egy külföldi partnernek szállítunk, ilyenkor 2-3 munka, hónap munka után egy nagy teherautónyi sípot tudunk elküldeni mondjuk Olaszországba. Ón és ólomkeverékét összevegyítjük ezt a két anyagot. Attól függően, hogy mennyire kemény vagy puha anyagot akarunk kapni, attól függően növeljük az ónnak a mennyiségét. Gyakorlatilag az az anyag, ami ki van öntve 1,5-2 mm vastagra, az túl vastag nekünk a kisebb sípok elkészítéséhez, az fel van terítve ennek a dobnak a palástjára, és le van vékonyítva akár 0,4 mm vékonnyá. És akkor abból a kicsi sípokat tudjuk szabni és forrasztani. Lehetőleg inkább családi oldalról közelíteni meg a dolgot, mert sokat nem vagyok otthon, mindig csak azt látják, hogy ilyen futok valami munka után. Mikor kapok egy elismerést kívülről, akkor azért tudom mondani a gyerekeimnek, meg a feleségemnek, hogy na, nem hiába dolgoztam. Mindenképpen nagyon jól esik. Magyarország területén mindenfelé dolgozunk, de Erdélytől kezdve a Felvidékig, akár lent a volt Nagy-Magyarország területén, tehát Szabadka vagy Kikinda, bármerre járunk, hála Istennek van igény a munkánkra, de világszerte, akár tengeren túlra, Amerikába, vagy Kínába, Olaszországba, Franciaországba, Európa minden országába szinte szállítunk. Vagy alkatrészeket, vagy komplett hangszereket akár. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara díját nyertük el néhány hete. Ennek a megtisztelő címnek az a neve, hogy Magyar Kézműves Remek. Ezt az iparág minden részéből el lehet nyerni. Mi csokoládéval pályáztunk, méghozzá egy sorozattal. A kulturális értékeinket tűztük ki célul, hogy azt feldolgozzuk csokoládén, és így Pécs értékei kerültek a papírra rá. Van Vazarelli, Zsolnai negyedes, és a város főtere. Ez a város főtere, ez egy igazi érdekesség, mert ez egy kortárs akvarell, amit 9 felé vágtunk, 9 kis csokit csomagoltunk bele, és ez gyakorlatilag egy puzzle, amit még fogyasztás előtt lehet dologatni. A csokoládénak persze nagyon fontos a külleme is, de a beltartalmát illetően ez 70%-os étcsokoládé, ami igen jó minőségnek számít. Az értékelés külön kiemelte, hogy ez egy olyan kézműves csokoládé, aminek minden fázisa kézzel készül, és minden része kötődik Pécs városához, tehát a tervező, a kivitelező, a nyomda, a mi magunk készítjük ezt Pécset itt a kis műhelyünkbe, és csomagoljuk egyesével kézzel. Is fontos, hogy Pécs ízei tükröződjenek a csokoládé ízében is. Tehát van egy étcsokoládénk, ami fügés-mandulás. Ugye Janusz virágzó mandulafák óta muszáj volt ezt a mandulát rátenni, és Pécs a klímája miatt, a mediterrán város miatt kétszer is beérik a füge. Úgyhogy ezt a párost szálljuk majd Pécs csokoládéjának. Oh,
3 éve van egy kis csoki boltunk a Zsolnai Kulturális Negyedben, de ezt leginkább a turisták kedvelik és látogatják, és nagyon hiányzott nekünk egy belvárosi kis fészek. És most itt ezt megtaláltuk a Király utca 1-ben, itt a Nick udvar szomszédságában egy gyönyörű napfényes üzlet, és ez lett egy csoki bolt és kávézó. Most nyitottunk, úgyhogy ide pedig a pécsieket várjuk szeretettel. Da 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 da